Sziasztok, Szabó Gabriela vagyok, egy 8 fős kreatív csapatvezetője. 2020 számunkra is rengeteg kihívást tartogatott, amiből talán számunkra az volt a legnehezebb, hogy irodai létről home office-ba álltunk át. Itt azt vettem észre, hogy a kisebb projektjeink ugyanúgy gördülékenyen mennek, azonban a nagyobb, szertágazó projekteken minimális belső határidős csúszásaink voltak. Elkezdtem ennek a kivizsgálását, feltérképezését, hogy mi lehet ennek az oka, és azt vettem észre, hogy sokat várunk egymásra egy-egy részfeladattal, egy részfeladatnak az elvégzésével. Ilyenkor elkezdtünk gondolkozni azon, hogy használhatnánk valamilyen online, felhő alapú szoftvert, ami segíti a projektmenedzsmentünket és optimalizálja a workflow-nkat. És így jutottunk el az irányig. Hogyan is működik egy kreatív ügynökség? Számunkra nagyon fontos a transzparencia, ezért nyilvánosak a fizetések, a projektárak és az egyes projektfeladatok és alfeladatok is. Nagyon jó átjárhatóság van közöttünk, és minden csapattag tudja a másikról, hogy éppen mennyire leterhelt, mennyire nem, tudjuk egymás munkáját segíteni. Másik, ami nagyon fontos még számunkra, az egyéni szabadság kérdése. Ez annyit jelent, hogy számomra teljesen mindegy, hogy ki mikor csinálja meg azt az adott munkát, csak legyen elvégezve, és határidő előtt 2 nappal legyen az asztalomon. Ez a COVID előtti időszakban teljesen jól működött, soha egyetlen visszaélés sem volt ezzel kapcsolatosan, azonban akarva akaratlanul egy home office közegben ez egy kicsit felbomlott. Elkezdődött egy olyan problémának a feltárása, amire nem is gondoltunk előtte, mert hogy ott ültünk egymás mellett. De például, hogyha volt 2 egymás mellett futó projektünk, egy weboldalfejlesztés, ahol vártunk a kreatív szövegre, és ez a szövegíró megígérte a webfejlesztőnek, hogy ezt elküldi neki délután 2-re, a webfejlesztő 2:15-kor még várta, na jó, bedobok egy mosást, és akkor minden rendben lesz, de visszaért, még mindig nem volt ott a szöveg, holott a kreatív szövegíró nem azért nem küldte a szöveget, meg nem foglalkozott vele, hanem azért, mert bejött egy másik SOS projekt, amit azonnal vissza kellett küldeni. Itt nagyjából egy fél óra volt az az időszak, ami neki kellett, a kreatív szövegírónak kellett arra, hogy megírja ezt a projektet, azonban nem szólt a webfejlesztőnek, hogy csúszni fog, a webfejlesztő nem látta ezt az anomáliát, ezért, hogy utána 28-30 perc várakozás után felhívta a szövegírót, hogy mégis mi történt, és utána mondta, hogy bocsánat, ez csak egy fél órás gyors munka volt, és írom is, fél óra is ott lesz. Ez a 2 fél óra összesen már 1 óra csúszás, annak a 8 órás munkaidejével a webfejlesztőnek, ami, hogyha minden nap megtörténik, az egy hónap alatt elég tetemes óraszám, amit ugye nem tudunk máshol kompenzálni, csak tutorával. Ezt pedig nem szerettük volna. Ennek a szituációnak az optimalizására szerettünk volna találni valamilyen szolgáltatást. De elég sokrétűen működünk. Nézzük is, milyen szolgáltatásaink vannak. A tipikus marketing szolgáltatásaink, amit minden cég csinál, Facebook kezelés, hirdetés kezelés, tanácsadás. Vannak IT szolgáltatásaink, weboldalfejlesztés, WordPress, WooCommerce, webshop kezelés. Grafikus fotós szolgáltatásaink, itt is a céges fotózástól, az imásmen létrehozásaik, mindent csinálunk. Azt hiszem, hogy ebből is látszik, hogy nagyon sokféle és összetett workflow-val rendelkezünk. Több olyan programot kipróbáltunk már, ami lényegében hasonló volt a Jirához, azonban mindegyik elbukott nálunk valahogy. A monday.com-ot, ha azért 8 fiúval dolgozunk együtt, nem mindenki fogja állítgatni és státuszolgatni. Hiába nagyon szép a felülete, nem tudtuk alkalmazni. Az Asana-ban nem tudtuk az összes workflow-nkat felvinni, és igazán volt eddig egy olyan felületet csak találtunk, ami a mi gondolkodásmódunkat tudta volna adoptálni. De hogyan is dolgoztunk akkor eddig? Különböző platformokat használtunk, mióta online dolgozunk, azóta nagyjából itt a felsorolt platformok közül mindegyikét használtuk az elmúlt év során. Van egy közös naptárunk, amit mindenki lát, minden projektünk rajta van, benne van az időbeosztás, a briefek, és minden link, amit egymáshoz tudunk kapcsolni. Van egy közös ütemtervünk, amiben, hogyha valaki csúszik, akkor esetleg tud segíteni a másiknak, vagy jelezni tudja, és még így is határidőn belül teljesítve lesznek a feladatok.
szeretjük volna, hogy az állandó státuszainkat ki tudjuk váltani valamilyen felülettel, hogy ne kelljen mindig telefonálni, mindig Zoom meetingelni, mikor mindenki csinálna a dolgát, hanem csak legyen egy platform, amire ránézünk, és ez egyből lát. A WhatsApp chatet azt szeretjük volna kiváltani, ugyanis a diverzitásunk a cégen belül elég nagy. Van, aki nagyon szereti használni a technikát napközben és az életében, és van, aki nem. Autókat használunk levelezésre, és ugye OneDrive-on tároljuk az összes mindent, amit elkészítünk, főleg a legnagyobb fájlokat, videókat, képeket. És akkor el is jutottunk a Jirához, és ugye a Confluence Cloud-hoz. Miért a Jira, és miért a Confluence Cloud? Azért, mert az összes szempontunknak megfelelt, ugyanis felhőlapú szolgáltatást szerettünk volna igénybe venni. 2020-ban már alapvető kell menni egy cég életében, hogy mindenki onnan dolgozik, ahonnan szeretne és ahonnan tud. Ezen kívül egy olyan biztonságos online térre vágtunk, ami az ügyfeleinknek is bizalmat ad, és biztonságban érzik az adataikat és kreatívjaikat nálunk. Nagyon szeretnénk, hogy egyszerű kezelhetősége legyen, mint az előbbiekben elmondott csapatdinamikát ítélve. Van, aki nagyon szereti a technikát, van, aki pedig csak azért használja, mert muszáj. Ezért mindenkinek szeretnénk egy olyan ügyfélélményt adni, hogy ne azért ne használjon, mert túl bonyolult, vagy egyszerűen csak kiesik a komfortzónájából. Nagyon fontos volt, hogy magyar terméktámogatással is rendelkezzen a felület, ugyanis hogyha bármikor bármilyen problémák adódik, akkor nem szeretnénk, hogy ezért csúszni egy projekt, mert nem tudjuk a felületet megfelelő módon kezelni. És ugye az utolsó, ami a legjobb szerintem az egészben, hogy egy platform mind felett mindent összesít, nem kell másba belenyúlni, belenézni, hanem látjuk ugye egy platformon ki, mikor, mit csinál, mivel van elakadva, van-e neki belső problémája, feladata, el kellett menni esetleg valahova, hogy áll azzal a leadott dologgal, vagy hogyha félkész, akkor esetleg tudjuk folytatni. Szóval az, hogy egyet használunk az összes 8 helyet, ez szerintem egy hatalmas erény a Jirában. De mit is ad nekünk a Jira? Vezetőként én visszakaptam azt a 4-6 órámat hetente, ami aranyat ér, és nem csak nekem, hanem szerintem minden más vezetőnek vagy alkalmazottnak ugyanúgy. Ezen kívül nem kell fölöslegesen telefonálgassak, mert ez a 4 óra, ez általában azzal telt el, hogy minden nap 5 embert felhívtam, 20 percen keresztül beszéltünk, hogy ki hogy áll, státuszoltunk, hogy halad a feladata, és kellene ki esetleg valami segítség. A feladatok delegálása is sokkal egyszerűbb lett számomra, ugyanis eddig, hogyha elküldtem e-mailbe, majd beleírtam egy Excelbe, akkor azután megint mindig volt egy telefonhívás, hogy biztos mindenki jól érti-e, azóta itt csak felveszünk egy issút, és igazán, amikor beleírok mindent, beleteszek minden linket, egyértelműen benne van a határidő, kik a felelősei, és hogyan lesz tíz. Csapatszinten pedig az egyik legjobb dolog az ügyelben, hogy lehetjük egymás munkafolyamatait, tudjuk, hogy ki mikor mivel van leterhelve, ki mikor fog végezni, illetve azt is látjuk, hogy ha valakinek van egy belső feladata, akkor azt hogy tudjuk megoldani közösen, vagy át tudjuk delegálni esetleg valaki másra azt a feladatot, és így nem lesz túl terheltség egyik munkavállalom sem. Ügyfeleinknek pedig stabilitást tudunk nyújtani a Jira használatával, garantálni tudjuk számukra, hogy 20 meglévő ügyfél mellett is ugyanazt a minőségi figyelmet és szolgáltatást tudják kapni tőlünk, mint amikor még csak 10 partnerrel rendelkeztünk. Ügyfél oldalról elhiszem, hogy kicsit ijesztő lehet az átállásunk, azonban szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy nem kell mindenkinek Jira felhasználónak lenni, hiszen a metainknek van egy nagyon jó kiegészítője, az e-mail disziszú, aminek a segítségével ugyanúgy tudunk e-mailből feladatokat generálni, az ügyfeleink ebből semmit nem vesznek észre, azonban mi tudjuk Jirában folytatni a munkánkat, majd amikor elvégeztük, akkor a reportálást ugyanúgy vissza tudjuk nekik küldeni e-mailben, csupán képtekintással. Szóval nézzünk is egy konkrét példát. Az alábbi táblán egy webshop elkészítésének a munkálataiban nyerhetünk betekintést. 3 fő részre osztottuk itt is ugye a táblát, és mielőtt ez elkészült volna, azt csináltuk, hogy felvittük ugye a kis issue-inkat, feladatainkat, minél jobban részleteztük, annál jobb, mert annál jobban tudunk hozzájuk embereket és határidőket rendelni, és így
dinamikusabb lesz a projekt folyamat. Azonban egy idő után rájöttünk, hogy nagyon sok minden volt a kész részen, ezért szerettük volna úgymond mappázni, egy nagy feladat alá begyűjteni sok kis feladatot. Ezt sajnos egyedül nem tudtuk megoldani, de a mentoring csapata nagyon gyorsan a segítségünkre jött, ezért is nagyon jó, hogy van magyar támogatás. Nagyjából 3 perc alatt elmondták, hogy létre tudunk hozni ilyen alfeladatokat benne, és az egész nagy feladat akkor fog csak teljesülni, hogyha az alatta lévő, vagy az alá besorolt összes alfeladat már teljesen készen van. Itt nagyon jó volt, hogy egyénre tudtuk szabni, mert ez a demo check, ez a saját belső igényeinket tükrözi. Mi minden feladatot duplán ellenőrzünk. Attól, hogy egy grafikus megcsinálta, vagy egy marketinges megcsinálta azt a feladatot, egy harmadik személy mindig átnézi azt, hogy az ilyen demo betegségeket kiküszöböljük, inkább mi vegyük észre, mint az ügyfél. És ezt mindenféleképpen szerettük volna beletenni, és metaimpasak ebben is segítettek, hogy ezt a kis gombot, hogy hozzárendeljünk ide egy személyt, ezt teljesen hozzá tudtuk adni. Be tudjuk állítani a prioritását, be tudjuk állítani még ugye, hogy ki hol legyen benne, vagy ki mit csináljon benne, és igazából ez minden igényünket kielégít. Teljesen a saját gondolkodásmódunk alapján van a folyamataink optimalizálása. Első napra rajzoltuk egy papírra, és Attila és Balázs a metainktől nagyon sokat segítettek benne, hogy tudjuk ezt Atlasz ilyen gondolkodásmódra átépíteni, és a működésünk meghatározása után már csak annyi volt, hogy a kiegészítéseket, mint például ugye a grafikákat, hogy véleményeztessük. Ez eddig nálunk úgy ment, hogy külön elküldtük nekik a kész grafikákat, véleményezték, azt egy projektmenedzser beírta ha a grafikákról beszélünk, akkor a grafikusnak, hogy mit kell javítani, és utána ugye ki volt javítva az egész feladat. De ez nagyjából 8 lépéssel több, mint amire a Jira használásával szükség lenne, ugyanis a Confluence felületen keresztül fel tudunk vinni egy oldalt, ahol bele tudjuk tenni, hogy mi az, amit még meg kell csinálni, és hogyha lejjebb tudnánk görgetni, meg lennének benne képek, ugye felvittük, hogy mi az, ami a weboldalhoz szükséges, a csomagoláshoz, a termékfotókhoz, és az ügyfélnek se kell más tennie, mint hogy megnyitja ezt az oldalt, és akár pár kattintással tudja magát az adott képet véleményezni, és itt a projektmenedzsert ilyen szinten ki is tudjuk hagyni, mert ezt a grafikus is látja egyből, és már is megspóroltunk 4 lépést. Összességében egy hónap használata után azt tudom mondani, hogy amit vártunk a felülettől, azt mindent megkaptuk. Nőtt a produktivitásunk, a felesleges lépések kikerültek az egyes workshopból, az átláthatóságunk megmaradt, téges skálázódásunk elkezdődött, és a csapat dinamika is teljesen jól működik. Remélhetőleg a bevételeink növekedése tükrözni fogja az eredményeinket. Összességében nagyon szeretjük a felületet, egyetlen apró dolgot szeretnénk kiemelni negatívunként, hogy ugye szakmánkból adódóan egy olyan csapat vagyunk, akinek a felhasználó élmény a mindene, minden olyan termékünket, platformunkat, vagy kreatívunkat úgy határozzuk meg, és úgy hozzuk létre, hogy ez a legnagyobb felhasználó élmény tudja adni. A Jira felületéről számunkra sajnos ez nem mondható el, azonban ezt az egy apró tényezőt eltekintve, ezt teljesen meg tudjuk szokni akkor, hogyha ezt a dinamikát és ezt az eredményességet tudjuk tartani a felület használásával. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Metaintnek azt, hogy részt vehettünk ebben az izgalmas projektben, Attilának és Balázsnak pedig az állandó és nagyon türelmes segítségnyújtást. Azt hiszem, hogy nagyon megszerettük ezt a platformot, de még van 2 blogrész, ahol a következő új projektünket felvisszük, és arról is írunk még, és az egyik projekt zárásunkról is, ahol már egy ügyfélélményt is bele fogunk tenni. De kíváncsi vagytok rá, akkor kövessétek a blogunkat. Sziasztok!